Éppen az ebédet csomagolják a bátaszéki mikrotérségi óvoda, bölcsöde és konyha dolgozói. A pandémia ellenére minden nap üzemel a szolgáltatás. A város önkormányzata a saját fenntartású konyhával látja el a közétkeztetési feladatokat a településen. Az, hogy most rendkívüli szünetet rendeltek el, vagy akár iskolai tanítási szünet van, tavaszi szünet van, ez nem jelenti azt, hogy bezárt volna a konyhánk, sőt, mi ilyenkor is főzünk, mi igazából egész évben elkészítjük az ételt, és el lehet vinni éthordóban. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, a veszélyhelyzeti időszakban nem egyszerű ezt a feladatot ellátni, hiszen jelentősen lecsökkent az elkészítendő ételadagok száma. Jelenleg nem folyik oktatás, óvodában is sokkal kevesebben veszik igénybe az ellátást. Ettől függetlenül úgy döntött a város képviselőtestülete, hogy a konyha üzemeltetéséhez és működtetéséhez szükséges költségeket maradéktalanul biztosítsa. Valamennyi dolgozót továbbiakban is foglalkoztatunk, független attól, hogy adagszámban jóval kevesebbet főzünk ebben az időszakban, mint korábban. A polgármester azt is elmondta, hogy április végén egy új szolgáltatási formát is bevezetnek a városban, úgynevezett népkonyhát indítanak. Ezzel naponta egyszeri, ingyen meleg étkezést biztosítanak a szociálisan rászoruló családoknak.